Kimagasló érdeklődés mellett megkezdődött a Paksi harmadik kor egyetemének programsorozata március 12-én. Az élethosszig tartó tanulást népszerűsítő rendezvény a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési kar szervezésében Paksváros önkormányzata és a Déli szomszédok közérdekű nyugdíjas szövetkezet támogatásával valósul meg. Dr. Nagy Janka Teodóra, a PTEK KPVK tanszékvezető egyetemi tanára üdvözölte, hogy a pandémia miatti hosszabb kihagyást követően most újraindulhatott a Paksi program. Különleges minőség egyrészt a képzésben, törekszünk arra a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képzés vidékfejlesztési kar, mint gesztorként, képzés szervezőjeként, hogy a legjobbat adjuk a paksiaknak, mert azt gondoljuk, hogy azt érdemlik. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a COVID volt az, amely megakasztotta azt az évek óta tartó jó együttműködést, amely a Paksi harmadik kor egyetemét fémjelezte. A program szakmai koordinátoraként az első előadás dr. Nagy Janka Teodóra tartotta a Nőrablástól a házasságkötésig címmel. Most 130 éve született meg a házassági törvény, a polgári házasság kötelező voltáról. Egy kicsit a nőrablástól, mint archaikus házassági nőgot megelőző formáktól szeretném nyomon követni és bemutatni ennek az úgy gondolom napjainkban is fontos intézménynek az alakulását, formálódását, a hivatalos és a mindennapokban általunk formált szokáskörét. Az előadás sorozatot az idei évtől Paks önkormányzata mellett a Déli szomszédok közérdekű nyugdíjas szövetkezet támogatja. A szövetkezet folyamatosan keresi a szenior egyetemekkel való együttműködési lehetőségeket, így vették fel a kapcsolatot a Paksi harmadik kor egyetemével is. Anyagilag is támogatjuk ezeket a lehetőségeket. A programok szervezése nyilván egy nagy energia és időbeli ráfordítás, de természetesen anyagilag is, ahogy most is itt ennél az egyetemnél is a catering az a mi feladatunk a szünetben. Mi biztosítjuk a nyugdíjasok számára a frissítőt, kis pogácsát, kávét és egyebeket, ami így lesz végig a szemeszter során. A harmadik kor egyetemének következő alkalmán március 26-án Gruber László, a Szegedi Tudomány Egyetem tanára utazásai újabb fejezetébe avatja be a hallgatókat Legendák Kirgizisztán földjén című előadásában.